Az adományozó oklevelet adják át a jótékonysági vadászat országos és Tolna megyei szervezői, a Balassa János Kórház munkatársainak. A befolyt 800 ezer forintból a gyermekosztály kapott orvosi eszközöket. Beszerzésre került az osztály mindennapi működéséhez szükséges váladékszívó készülékből 2. Ez egy mobil váladékszívó készülék, tehát nem szükséges konnektorba dugni, hanem akkumulátor működik, tehát sokkal mobilizáltabb, jobban tudjuk, könnyebben tudunk vele betegágyítani. Mellett is váladékot szívni. Ezek mellett speciális vérnyomásmérőket és egy különleges szemészeti eszközt is tudott vásárolni a kórház. Az országban 3 éve indult az az akció, melynek során jótékonysági vadászatot szerveznek évente egyszer, a befolyt összegből pedig kórházakat támogatnak. Ez idáig 124 millió forintot teremtett ez a program országosan, és 172 darab olyan új orvosi eszköz beszerzése történt, amely mind innovatív, korszerű, és a betegbiztonságot és a gyógyítási időtartamát növelik, illetve rövidítik. Németh Csaba, a kórház főigazgatója azt mondja, a vadászok már évek óta segítik a munkájukat a gyógyításhoz nélkülözhetetlen eszközökkel. Már harmadik éve folytatja azt a magyar egészségügyet, és talán mondhatom ezen belül gyermekgyógyászatot támogató tevékenységét, hogy minden évben jótékonysági vadászatot szerveznek minden megyébe, így Tolna megyében is, és a jótékonysági vadászatból befolyó összegekből ugye a megyei kórházakat, megyei kórházaknak a gyermekosztályait támogatják. Az átadón Zsikó Zoltán, a Tolna megyei önkormányzat alelnöke arról beszélt, hogy idén ők is szeretnének részt venni a jótékonysági vadászat népszerűsítésében. Azt gondoljuk, hogy ezen a napon a megye számos pontján tudna csatlakozni több vadásztársaság ehhez a kezdeményezéshez, és a megyei önkormányzattal ilyen kicsit szervező szerepet fogunk ebbe vállalni. A már hagyományos programot idehaza minden évben december 27-én tartják meg.